most mielőtt ide jöttem, de hát ugye felelőtlenség lenne ilyen hosszú távon előre bármit is mondani, de hát a trendek azt mutatják, hogy jó idő lesz. Én azért felhívnám a úszásra készülők figyelmét arra, hogy ne úgy készüljenek, mint a Máriusz, hiszen azért ez az 5,2 km, ez tényleg egy tekintélyt parancsoló, felkészülést igénylő esemény, tehát hát jó, de a vízben. Tehát mindenképpen készülni kell rá, és miután a Balatonról van szó, a szabadvízi úszás azért egy ilyen speciális felkészülést igényel, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is oda kell figyelni, fel kell arra készülni. Egyébként nem a medencébe úszol, nem látod magad alatt a csíkokat, nem látod a medencének a csempézését, tehát ez egy külön lelki teher lehet, és ezért is adták föl egy páran az előző évben, mert nem igazából készültek fel erre. Még ugye mondtad a 29-ét, de én 27-én kezdeném, hiszen 27-én megyünk az obszervatóriumba, és ott döntjük el, hogy meg tudjuk-e rendezni az első napon 29-én, és ha igen, akkor minden reményünk megvan arra, hogy tényleg megvan az a bizonyos rekord, hiszen most előjelentkezésre ugyanott tartunk, mint az előző évben, de hát az előző évben háromszori halasztás után jutottunk el a 7117 főhöz, és bízom benne, hogy tényleg, ha ez most így elsőre összejön, akkor meg tudjuk rendezni. Amit még el szeretek mondani, hogy ugye részülőkben alapvető pályán van a versenyközpontunk, ide várunk mindenki 7 órától és 12 óráig lehet a vízre szállni. Az utazással kapcsolatban is azt szeretném kérni, hogy épületre jöjjenek, akár autóval, akár vasúttal, hiszen 50%-os kedvezményt kapnak azok, akik részt vesznek ezen az eseményen. A épületi polgármesteri óta a külön parkolókkal készült át, remélem, hogy mindenkit tudunk majd kellőképpen fogadni. A másik oldalon, a Platánstrandon, Balatonbogláron minden készen lesz arra, hogy ott a célba szerencsésen megérkezzenek, és abba hajóival mindenkit vissza is tudunk vinni természetesen a másik oldalra. A nevezési díj fejében egy út, az benne van a nevezési díjban. Egy hónapnál mentek egy orvosi vizsgálatot kérünk mindenkitől, illetve hát a helyszínen is meg lehet szerezni ezt. Amit ugye itt említettél, ez a biztonság. Nagyon figyelünk arra, hogy tényleg mindenki biztonságban kijöjjön, több mint 130 hajóval, vitorláshajóval és 11 motoros hajóval biztosítjuk a távot, ez azt jelenti, hogy 40 méterenként állítjuk föl, tehát egy úszodahossznál kevesebbet kell úszni ahhoz, hogy valaki biztonságban meg tudjon kapaszkodni, vagy tudjon kérni egy vizet, vagy tudjon kérni szőlőcukrot, tehát enni, inni energiapótlását tudja pótolni. 1500 fős csapattal készülünk az úszó fogadására, és hát az ő címadalas kiszolgálásukra. A Tünde említette államtitkár asszony, hogy vízimentők, vízirendészeti kapitányság 11 hajóval és több mint 50 fővel ott lesz ők is természetesen a mi 44 fős egészségügyi személyzetünkkel együtt biztosítani tudjuk azt, hogy tényleg mindenkit el tudjuk látni, ha esetleg valami probléma van. És gondolva arra, hogy a kiskorúak 14 év alattiak is biztonságban tudjanak átmenni, vagy ha feladásra kényszerülnek, volt ilyen sajnos az előző évben, őket úgy engedjük úszni, hogy egy karszalagra fel kell, hogy írják a elérhető telefonszámot, vagy a szülő vagy a kísérőnek a telefonszámát, hiszen amikor fölveszük őket, akár kórházhajóra kerülnek, akár valamelyik segítőnkhöz, akkor értesíteni tudjuk a hozzátartozókat, hogy mellett egy probléma biztonságban van. Még talán annyit, hogy az előző évi úszásnál 36% volt a nők részvételi aránya. Ez igen örvendetes, ahhoz képest, hogy amikor kezdtük, akkor 4% alatt volt az úszónők aránya. És
azzal bizonyítjuk azt ugye, hogy hát tényleg ez egy szabadidős tömegsport rendezvény, hogy ha az úszó időket nézzük, akkor 2 óra és 2,5 óra között úszik a résztvevők 70%-a. Tehát nem azt a bizonyos 1 órán belül időt próbálják meg úszni, hanem tényleg végig akarnak menni, és az egészségükért úsznak. Körülbelül ennyi, köszönöm szépen.